Oké, Okay. egyszerű eldöntendő kérdéssel kezdek. Szerinted a transznők nők? Hát ilyen, ez egy... Ezért amúgy már letörölhetné a YouTube, mert cyberbullying volt. Ez cyberbullying volt. Én nem is tudom, hogy hogyan fogok mostantól videókat csinálni, amúgy beszéljünk már egy kicsit. Kaptam ugye egy bant YouTube-ról egy hétre, cyberbullying miatt. Már kinevettem a tesókban az egyik fickót, mert vicces volt az arca, meg rázumoltam, de ennyi. Szerintem ez nem cyberbullying. Én szerintem, hogyha valaki az internetre így kirakja az arcát, akkor... Szerintem az... a gyerek egy köcsög. Ez true. Tehát aki így kirakja magát az internetre, az szerintem vállalja már magát. Nem? Ilyen szinten. Valamiért lehet töröltetni a videókat így. Lehet, hogy ők reportoltak, nem tudom. Lehet, hogy nem is emiatt törölték a videót, hanem más miatt, mert nem mondták meg, hogy konkrétan hol történik benne a dolog. Hát nem tudom, hogy ezek után én mit merjek mondani a YouTube-on, vagy mit nem merjek mondani, mert ezt a csatornámat is törölni fogják. Iratkozzatok fel a második csatornámra, még mielőtt törlik. Aki megemlíti, hogy én a f***ny szart, az bannolva lesz egyből a csatra. Szembe jött velem Isten egyik gyönyörű teremtményének a videója. Fiat. Hol? A Facebookon, de TikTokon is ott van. Emiliának nekem? Nem az mutattam meg. Nem mutattam meg, csak a hangfelvételt, a hangját küldtem el a videónak, hogy hallja azt, hogy ott mi történik. Most megnézzük az ehhez tartozó videónak egy részletét. Meg is találtam. Úristen! Nézzük. Durva egyébként az, hogy az embernek megtetszik egy ilyen... Mik azok a tejfogak ott? Tehát mi az a két tejfog az állán? Úristen! Mi ez? Havar, melyik konkrétan meg se szólalt, és a piercingjét b***tatja. Ez lenne a felnőttes hozzáállás? Várjál, 4500 like? Nem, ennek a csávónak 500 000 követője van a YouTube-on. Menjünk tovább, várjál. Egy ilyen színes felső, és milyen mértékben egyből ele van ítélve miatta. Nekem megtetszett ez a színes felső. Sokáig gondolkodtam, hogy megvegyem, mivel Magyarországon élek, ezért simán, hogyha kimegyek az utcára, van olyan elvetemült, aki akár le is szaggatja. Azért nem a felsővel van itt a legnagyobb gond. Ha valaki ezt le fogja szaggatni rólad, az nem azért lesz, mert gyűlöli a színeket, hanem mert ízléstelen. De még ez sem fog megtörténni, még ez sem tud megtörténni, mindig menjünk tovább. Miért ne történne meg? Én találkoztam már személyesen is így olyan emberekkel, akik vannak mondjuk ennyire agresszívak egy-két sör után. Meg ennyire homofóbok, hogy meglátnak egy szivárványt, és azonnal meg akarnak verni valakit. Nagyon-nagyon sok ilyen ember van amúgy, főleg az a réteg, aki amúgy ilyen munkás réteg, és így bejár vonattal mondjuk Budapestre, és még iszik is, na az! És akkor a vonaton bármire vengvernek amúgy nem csak a szivárvány miatt. Ez meg a másik amúgy, hogy pont egy ilyen országban élünk, hogyha valakinek nem tetszik valami, akkor csak úgy neked menj. Még neked valószínűleg nem amúgy. All I can say is good luck. Alapesetben egyébként a fekete a ruhatára, de néha előfordulnak ilyen felsők is. És ez most nem ilyen coming out meg ilyenek lesz, mert tényleg? Full hetero vagyok. Heterónak születtem, úgyis fogok meghalni. De ha még nem is lennék az, szerintem azzal sem zavarnám senki életét. Max az enyémet, hogy nem mutathatom ki, hogy valójában milyen ember vagyok. És iszonyat durva belegondolni, és iszonyat félelmetes, hogy itt vagyok kint, egyedül, egy kis ember ebbe a nagy univerzumba, kimegyek, és akár találkozhat olyan emberrel, aki belejöntött egy kés, csak azért, mert ilyen felső van rajta. Mert ez nagyon gyakran megszokott történni Magyarországon. Ez minden napos. Hát Magyarországon amúgy szerintem más miatt is. Tehát én ismerek, volt ismerősöm, haverom, akit megszúrtak, ő meghalt a teákon, kettős gyilkosság. Ja, így történnek ilyenek így Magyarországon, akármi miatt. Bármikor megtörténhet ez. Deákon nemrég megint megszúrtak valakit? Nagyon-nagyon sok rossz dolog történik az utcákon. És én nem tudom, hogy egy meleg embernek mit kell átélnie, de vagy mondjuk egy transzembernek, aki még nem néz ki mondjuk úgy teljesen, mint az ellenkező nem, és meg vannak vonásai a másikból, nem tudom, hogy miket kaphatnak ők. Én mondjuk őt is ismerek, sőt, ilyet biztos nagyon sokan ismernek. A férfiből lett nő, és most így még jobban bántják az utcán, de hogyha valaki meg mondjuk tényleg nőnek nézi, még az is oda megy, mert akkor az meg akarja b***ni, vagy meg akarja elkolni, vagy elkezdik fogdosni. A srác 11 éveseknek gyárt tartalmat. Tehát öcsém, senki nem fog megkéselni téged az utcán, mert a közönségedet, az konkrétan, még a játszótérre sem engedik ki felnőtt nélkül.
hogy függ össze? Hogy függ össze a két dolog? Nem állított semmit a nézőivel kapcsolatban, az utca emberéről volt szó. Jó, legalább nézik. Rühellem azt, amikor bevágják magukat ezek az emberek áldozati pózba, hogy engem bántanak itt. De én nem hiszem el azt, hogy ez tényleg képes volt valaki fölvenni videóra, és ezzel traktál embereket, tehát ez jut el emberek tízezreihez, hogy őt mennyire bánthatják. Senki nem bántotta, mert soha nem azt mondta, hogy megvertek engem korábban. Nem, hát persze, de senki ilyen leszarja. Nincsen, ilyen nincsen. De hogy nem, vágod, én már beszéltem a Petivel, és így nem verték meg őt, de neki is voltak már ilyen atrocitások. Nekem is voltak már ilyen atrocitások, amikor még hosszabb hajam volt, meg festettem a körben, meg ilyenek. És így én szerintem nem kéne senkit érdekeljen az, hogy másik ember hogy néz ki. Addig, amíg én úgy szólok hozzá, hogy csá, haver, mi a helyzet, addig neked is így kéne hozzám szólnod. Hogyha én azt mondom, hogy akarod a anyádba, hogy tényleg megölnek! Akkor, igen, akkor most, akkor már nem várom el azt, hogy jó fej legyél velem. De addig, amíg valaki jó fej velem, addig én is jó fej vagyok vele, ez ilyen egyszerű. És szerintem mindenkinek így kéne gondolkodnia, de vannak emberek, akiknek nem megy, egyszerűen nem tudnak gondolkodni, és nincsen semmi önbizalmuk. Tényleg azok az önbizalom hiányos, kétségbe esett emberek azok, akik egy másik embertársukat tudják bántani azért, mert éppen nekik a kinézete nem tetszik. Jön veled szembe valaki az utcán, aki mondjuk nem tűnik szimpatikusnak, létezik ilyen, csak valaki unszimpatikus, nem azért, mert cigány vagy meleg, hanem csak simán unszimpatikus. Nem fogod megütni. Elmész mellette, meg max rá se nézel, vagy érted? Hogy azért leszúrnak, mert egy színes pulcsiban vagy, tényleg egy kicsit gagyez, de ráadásul nem is olyan vészes ez a pulóver. Tehát egy teljesen normális neon csíkos pulóver, hát látnod, itt Emilia látja a szekrényemet, így azért ott van egy pár extra igen, darab. Igen, tele van. Mátartóval például. A parókád, meg ilyen. Igen. De hogy alapvetően ez a csávó, egyébként már az, ahogy kinéz, és nem a pulcsia nagyobb probléma, hanem hogy ilyen, ő megragadt még ilyen 2008-ban, amikor ez az ilyen, az emósok voltak, és szerintem szörnyen ízléstelen az egész megjelenése, de ez csak az én privát véleményem, tehát ettől függetlenül nem mennék oda hozzá az utcán, és nem akarnám megkésálni, vagy nem gondolnám még azt se, hogy ő meleg esetleg. Tehát nem, azzal sok... Nézd azzal. Jó, akkor induljunk ki. Ugyanebből privát véleménye, tehát senki nem kérdezte, ez az első, a második, meg az. Akkor ugyanígy induljunk ki, hogyha Owen a hibás azért, mert ő is, akkor oké. Okay. Ezzel a vele járója az, hogy lebizzek. Akkor, hogyha egy nő mondjuk találkozik ilyenekkel az utcán, és mondjuk lehet, hogy szoknya van rajta, mert mondjuk egy melegebb nap volt, és megy haza valahonnan, akkor ha megerőszakolják azt a nőt, akkor az a nőnek a hibája volt? Mert mondjuk szoknyát vett föl? Akkor ez mögé az állítás mögé mondjuk beállna? És a kettőnek pontosan ugyanannyi köze van egymáshoz, mint eddig bárminek, amit ők mondtak Owen McKendrével kapcsolatban. Hogyha valaki mondaná, hogy ez hogy függött össze, sehogy. És így bárkit be lehet állítani rossznak. Tessék. Tapsoljatok meg. Minek ment oda? Igen. A sok piercinggel max a patkómágnestől félhet. Tehát... Csak összefüggéseket kell hozni. Magának kereste bajt az Owen McKendry, igen. Hogyha Owen McKendry szoknyába megy ki, hát akkor összedől a Matrix. Hogy azért ez egy reálisabb hát, félelem, érted? Igen, nem, azért se szoktak senkit bántani, hogy piercingje van, meg a később a videóban beszél. Nem szoktak senkit bántani azért, mert piercingje van. Az első másodpercet amúgy úgy kezdte az úr. Mik azok a tejfogakot? Tehát mi az a két tejfog az állán? Úristen. Jaj, Istenem. Ádám nagyon jó fej. Tetoválások miatt is rengeteg abúzus éri az embereket, ez is vakmeleg, nem? Hát ez nem vakmeleg. Nézzél meg mondjuk egy keresztény Facebook csoportot, hogy ott milyen emberek vannak, meg hogy miket írnak mondjuk tetovált embereknek a képei alá egy ilyen csoportban, ahol konkrétan csak keresztények vannak benn, vagy bármilyen szélsőséget nézd meg. Van nagyon-nagyon sok ilyen csoport, lépj be egybe, lásd meg, hogy ott miket írnak, milyen véleménnyel vannak. Hajrá! Mert attól még, hogy a te szemüvegeden keresztül ezeket az embereket nem látod, attól még ezek ugyanúgy ott vannak. Szerzője tapasztalat. Honnan, hogy megnyitja a valamelyik ilyen gyerekeknek szent videójátékok, végig ripacskodja az egészet, mert az, ne haragudj, az, aki gyerekeknek gyárt tartalmat. Ezt akartam mondani, hogy amúgy szerintem itt ezzel sokkal nagyobb gondok vannak, tehát ugye az ilyen... Nézd, az, aki, ne haragudj, az, aki 30 évesen, tehát aki 30 igen. évesen, az identitása. Hogy gyerekeknek... Hogy... Ezt tudod, hogy mire hasonlít? De miért lenne ez az identitása? Neked se az az identitásod, hogy fideszes vagy.
Vagy hát jó, mondjuk neki lehet, hogy de. Neki is az identitása, hogy most videózik. Ez mondjuk akkor legyen, ez a munkája. Az, hogy valakinek van a munkája, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy az az identitása neki. Az, hogy valaki szereti a munkáját csinálni, és mondjuk gyerekeknek csinál tartalmat, mi a faszom baj van ezzel? Miért a gyerekeket nem kell kiszolgálni tartalommal? A gyerekeknek nem kell játékokat csinálni, nem kell filmeket csinálni nekik, nem kell videókat csinálni nekik? Tehát ezeket mindet felnőtt emberek csinálják, tehát akkor miért nézzük le ezt? Vagy a 12 éves gyerekeknek azt kéne nézni, hogy más 12 éves gyerekek játszanak? Mert egy 12 éves nem tud olyan szintű tartalmat gyártani alapvetően, a legtöbb. Alapból nonsens az egész. Nem értem itt az összefüggéseket. Rájöttem, mire emlékeztet. A South Parkot mennyire nézed, vagy mennyire ismered? Igen. Ha ismeritek, akkor van az új részben, hogy 20 év környékén, ahol azokat a Hummer figurákat gyűjtik, azok a lecsúszott kabalák. Na igen, itt van a probléma, hogy egy ilyen videóban, ahol itt okoskodunk, South Park referenciákat kell felhozni, hogy egy valid argumentet tudjál hozni. Geci. Ilyen kis porcelánszobrocsákat gyűjtnek, abban rejtik a drogot. Ilyen lecsúszott kabalállatok, ilyen gyerekek járnak ilyen zsúrokra fellépni, és a szanaszét drogozták magukat ezek a kabalállatok. Nem mondom, hogy ő nyilván nem drogozik, remélem, hogy nem drogozik. De úgy néz ki, szóval mondhatom. Ki vannak égve, hogy gyerekeknek kell tartalmat. Az kellemetlen, amikor 30 évesen az az identitásod, hogy elmész 11 éveseket szórakozni. Megnéztem egy közönség. De most bazeg, hogy tényleg, aki mondjuk a kerekmesét animálja, azok gombáznak, vagy mi a faszomat csinálnak amúgy? Ezt mondjuk ezt realbe kérdezem, mert nem tudnám ezt csinálni. Respekt. Annyi gyerekmese van, meg minden, és ezt mind felnőtt emberek csinálják, szóval ez fasság. Gyerekdalokat is felnőtt emberek csinálják. Az Alma együttes tesó a legnagyobb crackheadek a világon. Tehát, hogyha ez a csávó nem, tehát ő gyerekeknek gyárt tartalmat, ebből lehet egyébként az egyik legjobb pénzt csinálni, mert akkor gondolom utána van egy közönség találkozó, elhozzák a szülők a gyerekeket, minden szart megvesznek neki. De hogy, és akkor ők ott nem tudom, fotózkodnak, vagy nem tudom, hogy ő neki így ez... Tehát szerintem ez szörnyű, tehát ez valahol egy ilyen... Szerintem megalázó azért egy ponton. Igen, igen, tehát hogy most ebben vagy kiég az ember azért... Ezzel mondjuk egyet tudok érteni, én fixen nem mennék el ilyen videós csodálkozókra bohóckodni, de figyelj, azt csinálja, amit akar. Nem hiszem, hogy ő is olyan nagyon boldogan megy ezekre. PlayIT rá se jött, otthon streamelt, emlékszem, mert fölhívtam, mert akkor törték fel a Discord szerverét. Ilyen videós csodálkozókra elmegy, az is csak egy pár óra, és szerintem ott sem az a lényeg, hogy eladjanak dolgokat, azokat inkább megveszik online, ha valaki ilyet szeretne. Owennek van amúgy képregénye is, ha jól tudom, ami például nem egy annyira alázatra méltó dolog szerintem, a képregény az tök cool, és az egy sokkal jobb dolog, amit meg tudsz venni a kölyöknek, sokkal nagyobb értéket képvisel, mint mondjuk egy kibaszott bögre. Szóval nem tudom, hogy miért kell ezeket a mörcsöket lenézni, annyira nem hiszem, hogy gáz. Én a videósbolttal fixen nem működnék együtt, én a videósboltot teljes mértékben elítélem, de ettől függetlenül nem, szerintem Owen McKendry-nek annyira nem igénytelenek a dizájnjai, mint mondjuk a legtöbb embernek, akit ott meg tudsz nézni. Az Alex sikeresen néz ki olyan, hú de jól. Tesók merch az undorító. Na várj, nézzük tovább ezt. Igen, igen, tehát hogy most ebben vagy kiég az ember azért nagyon rendesen, és amúgy lehet, hogy emiatt gondolja ezeket a világról, tehát hogy a saját szar életét kivetíti, és erről beszél. Én nagyon sajnálom, de hogy alapvetően így azért amiket elmond, ebben nincs igazság. Hogyha az lenne, hogy tényleg történtek ilyen esetek, és akkor nem azért kell félni, hogy a szivárványos pulcsi van, hanem hogyha egy tarsolyt meglátnak nálad, akkor a német antifák szarrá vernek az utcán. Tehát igen, ez egy reális a félelem Magyarországon, a Budapesten, igen. Aj, az a baj, volt tényleg egy ilyen eset, és az is nagyon gáz. Találkozol erre egy fotót. Az átlag életkor mit gondolsz mennyi? Gondolom 11-12. De hogy is 40. Tudod, a 80 éves nagyszülő, meg a 10 éves unoka. Fú, de só. Ez életeleg. Erre a viccre mennyit várt? De Istenem. Ez szomorú. És nem, én ezeket utálom nagyon. Nem, és az a baj, ezek az emberek élősködnek. Én hiszem azt, hogy ezek élősködnek a gyerekeken. Persze, mert a gyerekeket olyan könnyű megvezetni, igen, lehúzni a szülőm. Úristen, de megvezeti azzal, hogy játszik egy videójátékkal az interneten, és a gyerek azt nézi, és nem a tévében a faszom Phineas és Ferb-t harmadjára, ugyanazon a napon, ugyanazt az epizódot, bazd meg. Amúgy meg a tévében is elég sok mocsok megy mostanában az ilyen gyerekcsatornákon. Mióta én felnőttem, így néha ránézek, hogy mik vannak. Hát, én nem tudom, hogy a mostani gyerekekből mi lesz, de amik ott mennek a tévébe, hát szörnyű. YouTube-ot, hogyha a gyerekemnek be tudnám állítani, hogy mit nézhessen, csinálnék egy playlistet, pörögne. Pörögnének a felrájt videó. Fideszes lenne a gyerekemből. Ő lenne a következő polgármester,
fasz, miniszterelnök. Jó fej akar lenni, és elviszik a közönség találkozóra, ahol sok pénzért, igen, igen. Hát a Phineas és Ferb az meg tényleg fasza volt. Valami rosszabbat kellett volna mondanom igazad van, de mit? Nem tudom, milyen mörcség lehet. Ilyen füles sapka, meg ilyenek. Nem, ezt én etikátlanak tartom. Nem, nyilván lehet gyerekeknek tartalmat gyártani, nyilván lehet gyerekeknek... És hogyha transzok meg melegek a karakterek, szerinted egy kisgyerek többet lát bele abba a mesébe, hogy most úristen, ez a karakter egy fiút vagy egy lányt szeret? Ki a gecit érdekel? Ezek rajzolt karakterek. Egy kisgyerekednek finja nincsen arról, hogy az milyen nemű, szerintem nem is érdekli. De a csávó kiakadna ezen? A csávó több, mint valószínűleg kiakadna ezen. Most nem akarok itt pálcát törni senki fölött, mindenki pénzből él, nyilván. Csak alapvetően azt akarom ezzel mondani, hogy szerintem hibás az, amikor valaki 30 évesen az egyetlen identitás az, hogy a YouTube-on ripacskodik videójátékok közben, mert én játszom játékot, én leülök, megfogom a joystickot vagy a klaviatúrát, és végigjátszom, és közben elmélkedek azon, hogy mit kellene csinálni. Nem kommentálom, nem ripacskodok, nem sikongatok, mint egy kis csa, hanem egyszerűen élvezem, mint egy filmet, érted? Tehát a moziba se jár sikongatni, remélem. Úgyhogy nekem ez az egész visszás nagyon, és nem egy ilyen van, tehát nem... De hogyha van rá igény, és több igény van rá, mint a saját csatornád, valamit mégis jól csinál. Vagy azért, biztos azért nem nézik ennyien ezt a csatornát, mint az Owen McHenryt, mert ő gyerekeknek csinál tartalmat, és a gyerekek jobban ráérnek videót nézni. Igen, tudti elmiatt. Nem egy ilyen van, ezrével vannak igen, ilyenek. És ugye nem egy ilyenről derült már ki, hogy amúgy visszaéltek azzal, hogy gyerekeknek gyártották a tartalmat, sem teszem be a srácnak a neve, aki... Az Iron Channel, nem az. De az volt, nem? Szerintem az hát, is az nem volt. Nem is tudom, mi volt. Kik ilyen lányoktól csaltak ki képeket, meg ilyenek, meg nosik. Na, itt jövök én a képbe, ismerem a Petit nagyon-nagyon régóta. 1000%-ra mondom, hogy szerintem nem pedofil. Azért oda tettem, hogy szerintem azért, figyelj. Ő nagyon-nagyon sokszor szólt fel a gyerekek védelmében, és nagyon-nagyon sokszor beszéltem már vele, nagyon normális ember, párjaival is mindig nagyon jól bánt. Ez hogy érv? Hogyha ez érv, akkor az is érv, amit Owen mondott, hogy megverhetik az utcán, ha felvesz egy ilyet. Nagyobb esély van rá. Ez egy olyan dolog, ami vagy megtörténik, vagy nem. Most ez, amit a nő mondott, hogy Owen McHenry egy pedofil lenne, ez is egy olyan dolog, ami vagy igaz, vagy nem. Tehát nincsen valóság alapja. Miért hozzuk föl akkor, teszem fel a kérdést, hogyha Owennél lesz probléma? Akkor itt miért nem probléma? Visszaél azzal, hogy ő amúgy egy, nem tudom, 30 éves felnőtt, igen, és akkor igen. Utána... Imponál ezeknek a csajoknak, igen. Persze, meg hát ők észrevette őt a nagy videós, és akkor kicsalt ilyen fotókat, és nem csak kiskorúak voltak, hanem tényleg még gyerekektől csaltak képeket. Igen, igen. És a... Nem csak kiskorúak, hanem gyerekek, azok milyenek? Milyenek azok a gyerekek, geci? Imádom, hogy ilyen szakszavakat használunk. Ilyen komoly emberek. Vannak a fiatalkorúak, a kiskorúak, meg a gyerekek. Szóval, hogy amúgy nekem amiatt is egy kicsit ilyen visszások ezek, akik szóval ilyen kisgyerekeknek gyártják a tartalmat, szóval ez ilyen fura. Most enni fogok, de addig nem akarom őket nézni, mert elmegy az étvágyam. Csávók! Egészségedre! Nincs mit. Ettől megjön az étvágyam. Megettem. Végig sem tudtam mondani őket, geci. Még volt egy pelus lemaradt. Tehát nem is a külsejével van a gond. Ne, hogy is azt leszarod, tehát hogy most mindenki úgy néz ki, hogy akkor ez egy tök normális színes, az ecseri piacon 10 ilyet kapsz. Tehát konkrétan nem olyan, amit külföldről kell beszerezni, mert Magyarországon erre ennyire nincs. Hát ha meg tudtad venni, nyilván árulják, mert van rá igény. Tehát azért ez... Igen. Pont ahogy a videókra, gyerekeknek. Mivel a gyerekeknek van igény ezekre a videókra. Tehát akkor no argument made. Engem az jobban zavar, hogy ő úgy megy ki az internetre, hogy egy olyan világképet fest azoknak, akik egyedül nem mehetnek ki a világba, csak egy monitoron keresztül kapják ezeket az információkat, hogy konkrétan ez mi volt ennek az értelme? Ilyen könyörület lájkokat, meg ilyen áldozati megosztásokat, tehát mi ennek az értelme? Valószínűleg jöttek is, nem? Tehát ahogy láttam, hogy két csak a... Könyörület, lájkok, geci. Mikbe van? Hát mondom, ezért kellett a bögre kakaó, itt mindjárt egy takarót is magunkra kell húzni, mert itt azért ez egy komoly probléma az, hogy jelenleg emberek anélkül, hogy bármi értéket képvisel, nem az a baj, hogy videójátékokat játszik és azokat streameli, ez tök oké. Kommentálja, erre van egy jó iparág. De amikor valaki elkezd ilyen ideológiai társadalommérnökösködésbe, amikor meg akarja mondani, hogy úristen, most már mit kell csinálni, vagy mit nem kell csinálni, vagy hogy milyen a világ,
amiben amúgy még ő sem járt valószínűleg. Miért ne jársz volna, mert hát ugyanott jártok, ugyanott éltek, ugyanúgy Budapest utcáin vagytok, ugyanazokat tapasztaljátok, ember. Az, hogy az ilyen butus, narancssárga szemüvegen keresztül ezeket nem lehet látni, attól még nem kell... Nem. Jaj. Jaj, geci. Társadalom mérnökösködés, ugye? Vannak itt szakszavak. Olyanok, mint a gyerekek például. Kellemetlen tud lenni szerintem. Igen. Pont annyira kellemetlen, mint egy 2018-as tweet, yeah. Amit... Na, átvezetés egy másik témába. Hát ez zseniális volt. Triviális. Köszönöm az általánosítást és személyeskedést. Rengeteg állítás alaptalan, tapasztalatok sincsenek. Például a rendezvények többet vártam, mert elsőre szimpatikusak voltatok. Legközelebb keressetek fel és beszélgessünk normálisan. Szívesen válaszolok minden kérdésetekre. Nézd, nem akarok bunkó lenni, de te miről beszélsz? Alaptalan állításaink. Tudod mit? Neked elhiszem. Van tapasztalatod alaptalan állítások terén. Általánosítás? Konkrétan életveszélyes fenyegetést vizionálsz egy darab rongy miatt, ráadásul országos szinten azt állítod, hogy téged ebben az országban megkéselnek az utcán. Azt állítod, hogy ez itt egy reális veszély ebben az országban. Mi ez, ha nem általánosítás? A veszélynek a lényege az az, hogy megtörténhet. Azért veszélyes, mert megtörténhet. Tehát, hogyha azt állítod, hogy veszély van, szerintem megtörténhet. De ez nem egy olyan állítás, hogy meg fog történni. Az nem általánosítás, hogy nem történhet meg amúgy. Az ugyanúgy általánosítás, hogyha azt mondja valaki, hogy ez nem történhet meg. Miért ne történhetne meg? Hát bárkinél lehet egy kés. Annyi ember megy veled szembe az utcán, lehet, hogy több is elmegy, akinél mondjuk van. Személyeskedés. Igen, vállalom, és kb. Ez a legnagyobb trauma, ami érhet az életben. Nem a késelés, meg a sok ostobaság, amit összehordasz. Én értem, hogy tök kényelmes felvenni az áldozat poszt, és jaj, tök szimpik vagytok dumát tolni, de ez a valóság, nem az Anikó show. Itt ez nem működik. Úristen, keci, még egy ilyet is betolt az arc. Hát ez... Ezt jól megkapta. Itt nem is válaszolt utána alatta, de ők még azért írják. Hatodikos kisgyerekeknek geci még azért válaszolgatnak, hogy... Ajaj. Egyszerűen nem mersz vele beszélni. Még a végén elkapok valamit. Na ez! Ez felnőttes viselkedés, geci. Megmutatja a fogafehérjét. Hát ez zseniális volt, köszönöm. Jó content volt. Tirpák stílusban válaszolnak rá. Hát mert ők ilyenek. Ők sajnos ilyenek. Na nézzük itt ezt a megnézendő videók szobát. Itt aztán minden lesz. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami. A lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe. Úristen.